Április 26-án, 27-én és 28-án a regisztráltak közül bárki jelentkezhet a koronavírus elleni védőoltásra egy új online felületen az országos kampányhoz igazodva. Ez az oldal a 18 év felettiek számára egyéni oltási időpontfoglalásra biztosít lehetőséget. Az oltásra jelentkezőket a Tolna megyei intézmények oltópontjai is felkészülten várják, mondta el Németh Csaba főigazgató. A kampány keretében a Tolna megyei kórházakba összesen mintegy 7000 adag Sinopharm védőoltás érkezett, ebből Szekszárdon majd 4000, Dombóvára több mint 2000, Bonyhádra pedig 900 vakcina jutott. A lakosságnak a úgymond megszokott kórházi oltópontokra van lehetősége bejönni. Ez Szekszárdon egyébként a C épületet jelenti, úgyhogy megfelelő oltási kapacitással ebben a három napban reggel 8-tól este 8-ig naponta 1000 fő fölötti kapacitással tudjuk várni a hozzánk fordulókat. A tömeges oltás gördülékeny levezénylése érdekében több dolgozót és önkéntes szerveznek az oltópontokra, így a helyieknek nem kell várakozniuk, és a tömeg kialakulását is elkerülik. Más munkahelyekről volt szükséges a dolgozókat átirányítani, és a kórházba folyó munkát számos önkéntes és kórházon kívülről érkező segítő is támogatja. Így a kórház korábbi nyugdíjas dolgozói, magánegészségügyi szolgáltatók alkalmazottjai, fogorvosok, házi orvosok, gyerekorvosok, valamint egyházi szervezetek képviselői segítik önkéntesként a kórházban folyó munkát. Január 4-e óta egyébként a Tolna megyei Balassi János kórházban már több mint 30 000 koronavírus elleni védőoltást adtak be.